Az előző képviselőtestület által elfogadott rendelet 60 napot ad a kulturális események szervezőinek, hogy bejelentsék az esemény időpontját. Kötelezik őket arra is, hogy a rendezvényen betartsák az egészségügyi, a higiéniai és tűzvédelmi, valamint a köztisztaságra és a megengedett zajszintre vonatkozó előírásokat. Tavaly méréseket is végeztünk az egyes fesztiválokon, mint tudomásunk van róla, a megengedett zajszint 80 decibel 200 méterre a színpadtól. Itt fogjuk majd kérni bizonyos fesztiválok esetében a színpadnak a áthelyezését, vagy bizonyos mértékben a zajszint csökkenését. Egyes fesztiválokkal nem voltak betartva a higiéniai előírások, tehát nem volt megfelelő szociális helység, ezeket is fogjuk kérni. Ezért van az a 60 napos időpont, hogy ezeket a város le tudja kommunikálni. A nyári kulturális rendezvények közé tartozik a Fröccs Fesztivál, amelynek időpontjáról a szervezők tavaly már fél évvel korábban tájékoztatták a várost. Igyekeztek a rendeletnek megfelelően eljárni, azonban volt, hogy túllépték a megengedett hangerőt. A városi rendőrség munkatársai kilátogattak a fesztivál helyszínére, végeztek egy próbamérést, és bizony nem sokkal, de túlaladtuk ezt a 80 decibelt. Azonnal hívtam a hangtechnikust, megkértem, hogy tartsuk be a 80 decibelt, és onnantól kezdve két órával később ismét kijöttek, végeztek egy próbamérést, és minden a legnagyobb rendben volt. A városnak nem érdeke, hogy betiltsa a fesztiválokat és büntetést adjon. A rendelet elsődleges célja, hogy a szervezők megfelelő körülményeket biztosítsanak a résztvevők számára, és a rendezvény végén gondoskodjanak a terület eredeti állapotba való visszaállításáról.